Sajtból van a hold, mondja a népszerű Demién sláger, amit gyerekként szerintem sokan készpénznek vettünk. Nos, talán azért, mert akkoriban még nem jött házhoz, vagyis inkább iskolához az utazó planetárium, hogy a fiatalok megcsodálhassák és megérthessék az univerzum titkait. A természet egyik legnagyszerűbb látványossága a csillagos égbolt. A csillagképek csendesen vonulnak keletről nyugatra, az emberek számára elragadó látvány nyújtva. De csak éjszaka. És csak akkor, ha derült az idő. És ha vidéken vagyunk, ahol a városfényei nem zavarják a szemlélődést. Vagy mégsem. Budapest 13. kerületében járunk a Számítástechnikai Általános Iskola diák önkormányzati napján. Fényes nappal van, és kint szakad az eső. Az utazó planetáriumnak hála a gyerekek mégis gyönyörködhetnek a csillagos égboltban, ráadásul hozzáértő csillagászok tolmácsolásában. Az utazó planetárium tulajdonképpen egy felfújt lufi. A kupola belsejébe megyünk be a gyerekekkel, és a kupola belső felületére vetítjük ki a képeket. Mi csillagászati műsorokat adunk, és ezért ez egy planetárium. Tulajdonképpen a csillagokat, a bolygók világát mutatjuk meg nekik. Először csináltunk saját műsorokat. Ugye a magyar költségvetésnek megfelelően először bemutattuk a csillagokat, csillagképeket, illetve a bolygókat távolról. Majd nemzetközi partnerkapcsolatok révén sikerült olyan filmjogokat szerezni, amivel már nagyon látványos műsorokat tudunk mutatni a gyerekeknek, és akár le tudunk szállni a Mars felszínen, és meg tudjuk mutatni, hogy milyen a marsi hegyeknek a vidéke, vagy akár a Vénuszon milyen légkör van. Minden évben megrendezzük ezen a napon a diák önkormányzati napot. Ilyenkor igyekszünk a diákok számára olyan szórakozást biztosítani, amit tartalmas is, izgalmas is, és valami újat tudunk vele mutatni nekik. Idén a tudomány volt a témakörünk, és ez nagyon jól illeszkedett az utazó planetárium program ajánlata. A csillagászat megjelenik az alsós tananyagba is, és a felsősbe is, de nagyon fontos számunkra, hogy a diákjaink minden tekintetben egy szélesebb képet kapjanak a világról, megismerjék azt, és széles látókörűek legyenek. Nagyon jó volt, én már egyszer voltam ilyen utazó planetáriumban még nyáron, akkor Agórában voltok azt hiszem, és ott volt ilyen felállítva, és az is nagyon tetszett. Én még eddig nem voltam ilyenben, csak szimpla planetáriumban. Ott is ugyanígy így ki voltak nevetítve a csillagok. Annyira jól néztek ki, ahogy ott ment az üstökös, meg ahogy a bolygókra beleláttunk, az nagyon jól nézett ki, és ez nagyon tetszett. Meg a csomó információt megtudtam erről. A házhoz jövő planetárium magával ragadó élményét az adja, hogy belépve úgy érezzük, körülölel minket az univerzum, és olyan, mintha mi is az adott bolygón sétálnánk, vagy a csillagok között repülnénk. Maga a technológia nagyon egyszerű, igazából egy speciális vetítő kell hozzá, a úgynevezett full dome technológia. Ez azt jelenti, hogy 360 fokban vetítjük ki a képet, ami teljesen körbevesz minket, hogyha beülünk a kupolába. A sátor pedig egy nagyon egyszerű dolog, egy nagy zsákba befér, hátunkra vesszük és elvisszük az iskolákban, majd a levegővel fölfújjuk, a kupola által a levegő tartja fönt, benne a kupolában, szivacspárnákon vagy speciális döntött székeken ülnek a gyerekek, és fölfelé néznek, hiszen fölfelé teljesen körbevesz minket a kép. Az utazó planetáriumot a kezdetek óta két csillagás család üzemelteti. Az elmúlt 6 évben több mint 130 ezeren látták a műsorukat, és körülbelül 500 iskolába jutottak el. A céljuk az, hogy ez a szám tovább nőjön, és az ország legtávolabbi pontjába is elvihessék a gyerekeknek a csillagok és a csillagászat szeretetét.